Valakinek beszélnie kéne. Igen. Glenn. Nem. Ön templomban dolgozott. Orgonáltam. De csak hallottam, mit mondanak ott az életről és a halálról. Csak munka volt. Nem hiszek Istenben. Nem értem más, hogy hihet. Valaki tartson beszédet. Nincs mit mondani. Sok temetésen voltam. Összehajtottam a zászlót, odaadtam az özvegyeknek, a szülőknek, a srácoknak. És azt mondtam, nagyon sajnálom. De igazából nem ezt éreztem. Valahol legbelül mindig úgy gondoltam, hogy jó, hogy ők, és nem én. Most már nem így gondolom. Mert az utóbbi napokban rájöttem, hogy van, ami a halálnál is rosszabb. Például itt ücsörögni, és várni a halált.